történelmi nap évfordulát ünnepeljük ma. 1999-ben Magyarország csatlakozott az Észak-Atlanti Szövetséghez, amely a világ legnagyobb és legsikeresebb védelmi szövetsége, amely maga is 75 éves évfordulóját ünnepli ebben az évben. Ez a magyar biztonság szempontjából egy más minőséget jelentett. A magyar emberek életének, vagyonának végső garanciáját a magyar hadsereg átalakult, azokat az eszközöket és képességeket, amelyeket az imént láthattunk a Szomódi lőtéren, lecseréltük, és egy modern 21. századi nagy részében digitális NATO-kompatibilis eszközrendszerre váltottuk fel. Magyarország rendkívül aktív a nemzetközi együttműködés tekintetében, missziós tevékenységünk igen komoly. Részt veszünk a legnagyobb szárazföldi missziójában a NATO-nak a KFOR keretein belül, balti államok légtérrendészeti feladataiba, ugyanezt Szlovénia tekintetében 2014 óta olasz barátainkkal együtt, és Szlovákiánál is, ameddig az új gépeik meg nem érkeznek, Magyarország részt vesz az ország légtérvédelmében. Magyarország a NATO elismert és megbecsült tagja, de ez azért van, mert mindent megteszünk, egységesen a nemzet és annak kormánya, hogy mind pénzügyi tekintetben, mind pedig a katonai képességeiket tekintve ne kivegyünk, hanem betegyünk minél többet a NATO-ba.